Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, Tóth Tamás vagyok. Egy hideg front tör be a Kárpát-medencébe, és észak-kelet felől, hogyha nézzük a mai nap során, mintegy 15 fokkal érkezik hidegebb levegő hozzánk, illetve fölénk, de csak átmeneti jelleggel, ezt szeretném kihangsúlyozni, mert ugye most a hétvégére esik a lehűlésnek a mélypontja, ugyanakkor a jövő hét folyamán már jelentős enyhülést fogunk tapasztalni. A hideg front és a hozzá kapcsolódó felhőrendszert itt láthatják a műhold felvételen kirajzolódni, azonban a Kárpátok ideig óráig még feltartóztatja a nagyon hideg levegőt, viszont egy-két óra múlva betör az ország északkeleti határvidékén, és onnantól kezdve abból az irányból jelentős hőmérséklet csökkenést tapasztalhatunk majd. Ezzel párhuzamosan pedig a feltámad nagy területen az északi, északkeleti szél, ez hozza meg tehát ezt a nagyon hideg levegőt, viszont ugyanebből az irányból megkezdődik már a felhőzet határozott csökkenése is, elsősorban késő délelőttől kezdve, és éppen emiatt itt a Kárpát-medence ezen térségeiben már a délután folyamán több órára ki is süt a nap. Az összefüggő felhőrendszer egyre inkább dél felé szorul vissza, illetve sokáig felhős körzetek itt a Duna vonalának menti területeken várható, mert hogy ott egy összeáramlási zóna is kialakul az északi, illetve az észak-keleti szél találkozási zónájában. Ez tovább segíti majd a felhő és csapadék képződést, tehát errefelé még záporok is lesznek. A hideg levegő megérkeztével pedig a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. Délelőtt áll be a medence észak-keleti részén a maximum, délután már csak 1-3 fok körül alakul a hőmérséklet, sőt, késő délután már egyértelműen fagyni fog ebben a térségben, miközben például a medence délnyugati részén még ekkor is 10 fok közeli hőmérsékletek lesznek jellemzőek, odaérkezik meg legkésőbb ez a nagyon alacsony hőmérsékletű levegő, és például a medence keleti részén az eső mellett akár havaszhat is átmenetileg. Viszont a csapadék szombatra mindenütt megszűnik, láthatják, alapvetően napos idő várható, már éjszaka nagyon hideg lesz, és napközben is éppen csak fagypont felett alakul a hőmérséklet csúcsértéke. A vasárnapra virradó éjszaka lesz egyébként, a leghidegebb a fagyzugos területeken keményen fagyhat, ezt követően viszont a jövő hét folyamán enyhülést tapasztalhatunk, jelentős enyhülés, mert hogy nézzék, csak kettől kezdve bizony ismét megjelennek a 10 fok feletti hőmérsékletek az meteorológiai szolgálat előrejelzésében. Köszönöm a figyelmet, minden jót, kedves nézők, viszontlátásra!